Nagy szeretettel köszöntöm Önöket, kedves nézőink! Jön a főpróba a bajnokság kezdete előtt 6 nappal. Budapest Honvéd BVSC Zugló innen a Magyar Futball Akadémiáról. Immár ugye nézők előtt lépünk pályára, és hát nagy szeretettel köszöntöm azokat, akik online térben követik a mai közvetítésünket az utolsó felkészülési mérkőzésünkről. Hát egyelőre ebben a téli periódusban még veretlenek vagyunk, és bízunk benne, hogy ezt meg is fogjuk majd őrizni a mai napon, és sikerül egy győztes főpróbával hangolni majd a jövő heti Kozármislenyi rajtra. Szerencsére most a hangulat is remek lesz majd ezen a találkozón. Ami a két csapat összeállítását illeti, nálunk Tuivel véd akár csak az MTK ellen, Ördög, Pekár, Szabó Alexet, Bence Leitner alkotja a védelmet, a középpályára visszatért az előző mérkőzéseket kisebb betegség miatt kihagyó Adorján, most már ő ott van a kezdő, 11 millió ugye az elmúlt két mérkőzésen nem volt a kezdő tagja, ott van Lőrinci Attila is, Holman Dávid pedig szintén szerepel a mai összeállításban. A három támadónk pedig a mai mérkőzésen majd Krajcsovics, Ábel, Bobál Gergely, illetve Kerezsi Zalán lesznek. Ami a BVSC-t illeti, korábbi honvéd játékosok is megtalálhatók az zuglói csapat kezdő 11-ében, például Nikola Mitrovics, vagy például ugye Hidi Patrik. A kapuban Centeri Csvéd, Király, Por, Vinicius és Hess alkotja a védelmet, Mitrovics, Hidi, Tóth Keve a középpályán, Tóth Milán, Levente, Bacsa, Patrik, illetve Mucsányi Márk pedig elől. BVSC 3 új igazolásából egyedül Bacsa kezd, a többiek a kispadon, és hát még arra azért van idő, hogy gyorsan a cseréket elmondjam. Nálunk Gyetván, Haragos, Nyitrai, Bocskai, Keresztes, Kovács, Nikolász, Kocsis, Gergely, Simon Benedek, Kulbácsuk, valamint Kálnok, a kis Dávid, akik a kispadon ülnek. A BVSC-nél pedig Kovács Benedek a cserekapus, rajta kívül még Májer, Nagy József, Lénárt, Szilágyi, Rabatin, illetve Envacsukú a kispadon. Tiszta sárgában látható majd a BVSC Zugló csapata, míg mi szokásos összeállításunkban ezen a találkozón, és akkor útjára indulhat a labda ennek a szezonnak a harmadik Honvéd BVSC összecsapásán, hiszen ugye a nyári előkészületi szezonban is összecsaptunk az zuglói csapattal, akkor kiütéses 6-1-es kispesti győzelem született, hát hasonlót ma is elfogadnánk, Vinicius kapja a labdát, és ő ível rögtön előre Bacsa irányába, fél évig nem volt klubja Bacsa Patriknak, szóval a Kazincz Barcika csapatától ugye távozott, és a BVSC pedig próbajáték után a héten bejelentette a szerződtetését. Edzőmeccsen egyébként még nem talált be Bacsa Patrik. Bobál Gergely irányába jön egy labda, Viniciusszal szemben Bobál, és tovább teszi rögtön Holmannak, és vezethetjük az első támadást. Krajcsovics, középen pedig már Bobál Gergely kérni a labdát, Porral szemben próbálja megoldani egy az egyben Krajcsovics, még mindig nála, be is tudja gurítani középre, azonban ezt lefülelik a zuglóiak. Por Mitrovics-tól kell valahogy elvenni a labdát. Mitrovics játszott egyébként a december 3-ai bajnokin a Bosik arénában, ugye csereként beállva, hiszen akkor ugye a BVSC-t fogadtuk bajnoki mérkőzésen 56 nappal ezelőtt, akkor 1-1-es döntetlen született, akkor ugye nagyon hamar már a harmadik percben betalált Tóth Milán Levente a kapunkba, és utána a hajrában csereként beálló Kerezsi tudott kiegyenlíteni. Ez a meccs ugye 1-1-el ért véget, akkor debütált a BVSC kispadján az a Szekeres Tamás, akinek egyetlen tétmeccse eddig vezetőedzőként a Budapest Honvéd ellen volt. Centerics mutatja, hogy övé ez a labda, ugye Centerics Adrián végigvédte azt a találkozót, amely ugye 1-1-el végződött december elején. Hessnél a labda, és ő játssza meg aztán Vinicius, ugye egy rutinos játékosról van szó, ugye a magyar válogatottban is játszott korábban Vinicius, és ugye megfordult a videótomban is. Lepattan ez a labdája Viniciusnak, Bobál Gergely vezetett egy támadást, Bobál, aztán bevonja ott Lőrincit. Lőrinci, ez a passz még eljutott Krajcsovicshoz, és Bence Leitner is felzárkózik mellé, Krajcsovics. Elengedte ott Holman, a Doriántól újra megkapja Holman, ugye hosszú idő után talált be ismét a kapuba az MTK elleni mérkőzésen, büntetőből volt eredményes, ezzel vezettünk is ugye az NB1-es kékfehérek ellen, végül ugye 1-1-es döntetlennel ért véget az a találkozó. Ördög, megszerzi a labdát a BVSC, Tóth, méghozzá Tóth Levente, Mitrovics középre, ez pedig így mehet tovább, a Doriánhoz nála a labdát. Azonban megint eladjuk ott, és most már Bacsa forgolódik. Bacsa, és szerencsére Bacsa is pontatlan volt, Lőrinci, már vezethetünk is egy ellentámadás, szerencsére azért lendületes eddig a találkozó, Bobál Gergely. Az is jó labda lehet Krajcsovicsnak, de végül Por megelőzte. Por Patrik egyébként ellenünk debütált a BVSC-ben kezdőként. Ugye őt hát a szezon közben tudta megszerezni a BVSC, de a Por szerződés bontott az MTK-val. Bence Leitner gurítja haza, ő szerezte a téli felkészülési időszak első kispesti gólját. Mindegyik meccsünkön eredményesek voltunk eddig, ugye három mérkőzést játszottunk, két döntetlen és egy győzelem.
ugye a román élvonalbeli Arad 3-0-ás legyőzése után jött egy 2-2 az Ajka ellen, és ugye legutóbb 1-1 az MTK ellen, erre a labdára mennie kell azért ott Ördögnek. De marad a mi birtokunkban, Szabó Alex forgatja a labdát Bence Leitnerhez. Holman Keresi Márot kérné. Holman észre is veszi Keresit, sőt egy kiváló labdával játsza meg Keresi Zalánt. Felzárkozik Ördög is a támadáshoz, Keresi 1-1-ben, Keresi még egy cselt bevet, és aztán végül sarokkal sikerült Királynak mentenie, de még Ördög laposan beteszi középre, és ezt is sikerül kivágni a vendég csapatnak, a Dorján. Keresi. Bocsa, megy erre a labdára, de ez Pekáré. Pekár pedig hazaadja Tuivelnek. Tuivel. Mindegyik felkészülési mérkőzésen pára lépett Tomás Tuivel. Az Arad és az Ajka ellen a második fél időben állt be csereként, és most az MTK után a BVSC ellen is a kezdő 11-ben. Ugye dús kisebb sérülés miatt hiányzik akár csak az MTK ellen. Király szerelte Keresit, és aztán gurítja haza Csenterics Adriánnak. Az MTK-tól érkezett kölcsönbe a fiatal kapus a BVSC-hez. Vinícius. Kidi. Vinícius. Kidi. Alapembernek számít a BVSC-ben korábbi játékosunk Kidi Patrik, viszont a két csapat bajnoki meccsén nem lépett pályára, ugye több mint 24 év után játszottunk ismét tétmeccset a BVSC-vel decemberben. És hát ugye a BVSC ellenünk zárta az őszi szezont, ellenünk zárja a felkészülést, és majd az idei bajnokságot is, mert hogy májusban, majd május végén Zuglóban vendégeskedünk az utolsó fordulóban. Ez van ugye a negyedik összecsapásunk lesz a BVSC ellen ebben az idényben. Pekár. Mitrovic. Vinícius. Keresi, övé a labda, Holmannak nem jó viszont. Királyuk rúgta el, Ördög pedig hazagurítja most már Tuivelhez. Komoly helyzet egyelőre még nem alakult ki a mérkőzésen, de szerencsére azért lendületes játék zajlik a pályán. Reméljük, hogy ez azért ki is tart majd, és látunk egy jó mérkőzést, egy győztes mérkőzést majd. Ugye Csertő Aurellel egyelőre veretlen a Budapest Honvéd, 7 mérkőzés, és abból ugye 2 győzelem eddig. Csertő Aurél mérlege. A többi ugye mind döntetlen volt. 5x eddig. Hidi. Hidi Keresivel szemben. Hidi előre rúgja. És nyáron érkezett a BVSC, ez ugye a Vasastól. Bence Leitner. Ez lehet, hogy rövid lesz. Tuivel mellett elviszik a labdát. Mucsányi volt az. Így viszont kimegy a labda. Nem okozott nagyon nagy veszélyt. Azonban ilyet egy szöglettel majd a BVSC. A mérkőzés első kisebb lehetősége ez volt. Mucsányinak is ki kellett hagyni a két csapat bajnokiát, és az Újpesttől szerepel kölcsönben a BVSC-ben. És a csapatkapitány Hidi Patrik végezheti majd el ezt a sarokrúgást. Hidi szöglete tehát, Ördögről lecsorog a labda, vigyázzunk, mert még mindig ott van, és most sikerül elrúgni Szabó Alexnek, ugye legutóbbi két mérkőzésünkön egyaránt kaptunk szöglet után ugye gólt, szöglet utáni kavarodást követően. És ugye legutóbbi bajnoki meccsünkön a Csákvár ellen szintén szöglet után szerzett gólt az ellenfél. Emellettőleg ma azért elkerüljük pontrugásokat, tehát a pontrugásokból kapott gólokat. Mitrovic. Mitrovic ível lágyan. Port hozza játékba. És a beadás sikerül kibólintani. Holman fejel egyet, azonban a labda még megvan az uglójaknak. Tóth kevetette tovább. Mitrovic. Por. Por beadása. Ez már veszélyesebbnek tűnt, de Ördögöt találta meg, ő pedig könnyedén kibólintotta a 16-oson belülről. Ez pedig már egy szabálytalanság Bobál Gergellyel szemben. Itt tehát jövünk majd egy szabadrúgással. Az uglóban 6-1-re nyertünk nyáron felkészülési mérkőzésen. Akkor az az Adorján is eredményes volt, aki most tette tovább a labdát Holmannak, akkor 11-esből tudott betalálni a BVSC kapujába. Krajcsovic. Viníciusra vezeti rá, Krajcsovic. A 16-osnál már Krajcsovic beteszi laposan középre, lepattant egy sárga mezes lábáról. Ide mitott el Bobához. Holman. Lőrincivel játszik össze. Holman. Egyaránt Holman és Lőrinci is eddig 2 gólt szereztek a Honvédban.
Lőrinci egy magyar kupa és egy bajnoki mérkőzés, a holnap pedig ugye egy bajnokin és egy felkészülési összecsapáson. Pekár játssza meg itt Ördögöt a jobb oldalon, pedig visszapasszolja Lőrinci. Jött gyakorlatilag Pekár pozíciójában most ideiglenesen Adorján, az még Kerezsinek jó lehet, és nem csak lehet, hanem jó is. Kerezsi. Kerezsi becsúszva próbál királylabdát szerezni, és végül most a BVSC játékosa járt sikerrel. Hesz tovább. Király. Adorján fejel. Csúszatása azonban Mitrovicsnak jó. Tavaly tavasszal támozott Mitrovics Kispestről. És utána ugye nyáron jelentette beszerződtetését a BVSC, egy bajnoki gólja van. Ezt a Soroksár ellen érte el Nikola Mitrovics. Hidi. Ugye az MB2-es bajnokság egyetlen újonc csapatának számít a BVSC Zugló, és ugye 4 kieső van ebben a szezonban, de a BVSC nem áll kieső helyen. Éppen, hogy bent maradó pozícióban tanyáznak Szekeres Tamás tanítványai. Ugye majd jövő héten az Eto FC Győrt fogadják az első bajnoki mérkőzésükön. Ezt a beadást sikerül középről kivágni, azonban még Király begyűjti. És bedobással jöhet majd a BVSC csapata. Hess. Mitrovics. Mitrovics ível előre. Vigyázzunk, Mucsányinak az még jó is lehetett volna, de szerencsére jól jött Tuivel. Pekár. Ördög. Ördög ível előre, Bobá Gergely, lefejeli őt Hess. Adorján. Hidi megy oda és szerzi meg a labdát, Mitrovics. Vinícius. Gólt szerzett a felkészülési időszakban, egyébként Vinícius Paulo a Hódmezővásárhely kapuját tudta bevenni. A BVSC egyel több meccset játszott, mint mi. Ők eddig 4 találkozóval készültek. Játszottak például az NB1 lista vezetőjével a Paksal, 2-0-ra is vezettek Mitrovicsos Mucsányi találataival, de végül 3-2-re nyertek a paksiak. Ez egyébként minden meccset figyelembe véve az egyetlen veresége Szekeres Tamásnak a BVSC kispadján. Tóth esik el, közben Tóth Levente Milán, és így jár majd egy szabadrúgás kifelé, mert már lesen tartózkodott. A BVSC egyik olyan játékos, aki ebben a szezonban gólt szerzett csapatunk ellen. Játszottak egyébként utána a Dunaújváros ellen is, ezt a mérkőzést fölényesen tudták megnyerni 4-0-ra. Tóth Keve, Envacsukú, Rabatin és Lénárt is eredményesek voltak. Tóth Kevén kívül az utóbbi 3 játékos egyaránt most kispados, ketten pedig új igazolások, Rabatin és a nigériai David Envacsukú. Holman? Holman esik el, jár ezért egy szabadrúgás. A Hódmezővásárhely ellen aztán 5-0-án sikerrel folytatták a felkészülést, és most szerdán 1-1-et játszottak az NB3-ban szereplő Budaörssel. Ez némileg meglepetés eredmény volt, noha már az első percben megszerezték a vezetést. Adorján. A haladás elleni bajnokit pedig ugye december végén elhalasztották, úgyhogy a BVSC-re egyel több meccs vár, majd februárban egyel több bajnoki. Bacsa. Bacsa elcsúszott. Lőrinci begyűjti a labdát, Adorján teszi tovább Holman, Hidivel szemben, Holman még. Több mint 200 meccset játszott ugye Hidi Patrik Budapest Honvéd színeiben, és összesen 22 gólt szerzett. Holman. Kerezsi megint mutatja magát, Pekár, azonban nem Kerezsit veszi célba, de végül Kerezsi volt a legközelebb ahhoz, hogy ezt a labdát levegye kispesti részről, Király azonban előre íveli. És egy újabb szabadrúgás lesz majd, amit már gyorsan is végeztünk, Holman. Hát egyelőre azt a kisebb Mucsányi helyzetet leszámítva, nem igazán volt komolyabb lehetőség egyik csapat oldalán sem a találkozón. Budapesten véd BVSC Zugló, egyelőre 0-0. Ugye mind a két idei találkozónkon a BVSC ellen elég hamar született már gól. Kerezsi. 3 gólt szerzett Kerezsi Zalán ebben a szezonban a BVSC ellen.
zuglói edzőmeccsen duplázott, és ugye csereként bálva, sérülésből visszatérve, ugye kiegyenlített az utolsó percekben. Még decemberben Bobál megy oda, és megpróbálja megszerezni a labdát ott Hess-től. Ezt azonban Hess Oliver megoldja, viszont mi jövünk be dobással. Holman hátra. Ez a labda itt Tuivelé. Bocsa támadta meg, Tuiveli előre. Vinícius mutatja, hogy ez az övé. Hess. Vinícius. Keresi felé, menne egy labda, de ördögnek kell végül megszereznie Tóth Milánnal szemben, és Tóth beadása lepattan ördögről, így tehát jött egy szöglettel majd a BVSC most a másik oldalról. Egyelőre a sarokrúgások arányában így 2-0-ás előnyre tesz szert a BVSC. Na nézzük, most akkor a másik volt kispesti középpályás Mitrovic végzi el a szögletet. És ott volt a labda, sarokkal perdítette kapura Por Patrik. A BVSC védője húzódott előre, és hát elegáns mozdulattal próbált meg gólt szerezni, de szerencsére a kapu fölé pörgette ezt a lehetőséget. Keresi, Mitrovic, Tóth, így játszik össze Mitrovic, Tóth keve, most gyorsítja a játékot a BVSC, szabadrugás. Távol azért a kaputól, de nem kizárt, hogy ezt megpróbálják majd rálőni, hogyha valaki ott nagyon merész zuglói részről. Mitrovic is ott van a labda mögött, ott van Tóth Milán is, ő elballag, és Hidi szintén esélyes arra, hogy elrúgja ezt a szabadrugást. Na nézzük, Hidi vagy Mitrovic? Mitrovicé lesz, Mitrovic lő, Tuivel véd. Szép védés volt Tomás Tuiveltől, és ezen a mérkőzésen is van tehát bravúrja, ugye az Ajka elleni mérkőzésen szintén kellett neki védeni egy szabadrúgást, aztán az Arad ellen szintén volt egyébként olyan szituáció, amikor szabadrúgást kellett fognia, az MTK ellen egy óriási zicsert védett, most pedig Mitrovic lövését húzta le. Hát ők azért már ismerhetik egymást, a tavaszi szezonban csapattársak voltak. Mitrovic. A Dorian teszi tovább. Holman, a Dorian. Indul már ott Krajcsovics. Bobál Gergely kérne tőle labdát, de több BVSC játékos is feljött Krajcsovicsra, aki egyelőre az egyik legjobb teljesítmény nyújtotta eddig a téli felkészülési időszakban fenn a zászló közben. És miatt jár a szabadrúgás kifelé. A két gólt is szerzett Krajcsovics. Az egyik egy nagyon szép egyéni megoldás volt, de persze kellett hozzá az Arad elleni mérkőzésen az, hogy Bobál Gergely remek labdával szolgálja ki, és ugyanúgy kellett Keresi óriási gólpassza saját térfeléről, hogy Krajcsovics abból gólt szerezzen, de nagyon tanárian is gattan oldotta meg Krajcsovics. Ugye ő két gólos a felkészülési időszakban, Holmannak, Bence Leitnernek, illetve Bocskainak van még egy-egy találata, illetve hogy az Ajka elleni Jagodics vétett öngolt. Bacsa irányába egy labda, Bacsa nem tudott lőni, és nem tudott semmilyen mozdulattal belestukkolni ebbe a labdába, ez így megint csak Tuivel zsákmánya. Pekár. Vinícius. Nem volt szabálytalan a játékvezető szerint Vinícius. Ez viszont most már tényleg szabálytalan megmozdulás, úgyhogy mi jövünk szabadrúgással kifelé. Szabó Alex került a földre. Vele szemben követette el szabálytalanságot a zuglói játékos. Méghozzá Mucsányi. Volt a Csiófok elleni duplája Mucsányinak, illetve szerzett gólt még a Kozinc Barcika ellen is. Ebben lesz azonban 4 győzelmet aratott az MB2-ben a BVSC. Többek között volt, hogy Hidi szerzett győztes gólt a 96. percben még Csákváron. Krajcsovics, nem jó neki a labda. Dobhat így a BVSC együttese. Pór.
aki ez egyelőre, vagy akinek a nevéhez egyelőre a mérkőzés egyik legnagyobb helyzete fűződik annál a sarkozásnál a szöglet után. Hát azért ugye ott volt még Mitrovic szabad rúgása. Az viszont most jó lehet, mert Keresi kap egy nagy labdát Bobá Gergelytől. Keresi, egy az egyben kell megoldani, jönnek a csapattársak segíteni. Remek az átadás, Vinicius azonban szerel, Mitrovic pedig Adoriano nem tudja átrúgni a labdát, Keresi begyűjti. Keresit is azért több pozícióban is megtaláljuk ezen a meccsen. Holman ívelése, az jó lehet, Keresi! És Csenterics jól vetődött erre a labdára, meg volt az első kispesti lehetőség. Reméljük a következőből már gól is születik majd Mitrovic. És hát noha nem sikerült ott átjutni a BVSC védőfalán elsőre, azért így is nem sok homulott, hogy Keresi zsinórban a harmadik BVSC elleni mérkőzésén is bevegye sárga-kékek kapuját. Tuivel jön megint erre a labdára. Pekár. Ördög. Adorján. Pekár. Előre íveli Keresinek. Földre kerül Keresi Zalán. Mehet tovább azonban a játék Adorján. Adorján ő is, na hát azért ez már tényleg szabadrúgás kell, hogy legyen. Mitrovic megy elnézést kérni Adorjántól. Az Ajk ellen nem játszott Adorján, az MTK ellen már csereként ugye bevethető volt, most pedig visszatért a kezdőbe. Hát egyetlen gólját, ugye, amit Honvédban szerzett, említettem, hogy pont a BVSC-nek rúgta Adorján ugye büntetőből, meg a nyáron érkezett Budafokról. A középpályára Adorján Krisztián Holman belekap a labdába, Vinicius szerzi meg. Vinicius ott sprintel Tóth, méghozzá Tóth Milán, és Ördög szépen megelőzi emberét és hazaadja Tuivelnek, akinek azért eddig sok labdaérintése van eddig az első fél időben. Ez pedig megint lökés és szabálytalanság egy játékosunkkal szemben. Ezúttal Tóth volt az elkövető, Tóth Milán Levente, és Ördög az elszenvedője ennek a szabálytalanságnak. Pekár pedig már kocog elvégezni ezt a szabadrugást. Pekár. Holmant játsza meg. Holman. Hess volt vele szemben a szabálytalan. Lőrinci. Szabadrugással jöhet majd a kispesti együttes. Lőrinci visszapasszolja Pekárnak. Holman. Holman megpróbál Hidin átjutni, és ezt egyből szabadrúgásnak ítéli meg a játékvezető a javunkra. Lőrinci pedig már játékba vonja Pekárt a labdával. Lőrinci. Szabó Alex. Pekár. Lőrinci. Már Ördög mondta, hogy indítsa őt, és Lőrinci ezt meg is tette, ez viszont jó, hogy így Király belekapott, mert mi dobunk. Lőrinci sprintel fel, rögtön visszakapta egy Ördögtől a labdát, Lőrinci elesik, hát ott játékvezető szerint nem történt szabálytalanság, Csenterics azonban nagyon eltörte ezt a labdát, Bobá Gergely, na talán ki tudja valahogy brusztulni magának, és még ott van Adorján, Kijev vezeti, Adorján is rálőtte, ez mellé. Az első lehetőség, illetve hát az első lövési kísérlet Honvéd részről Adorján Krisztián nevéhez fűződik. Indult ez az egész abból, hogy Lőrinci ott eltűnt a 16-os környékén. Aztán Csenterics meg hát eléggé eltörte ezt a labdát. Most pedig már Bacsát próbálja játékba vonni. Pekár visszafejeli, aztán Király is belefejelt. Pekár meg megjátsza Tuivelt hátul. Holman. Szépen fordul le Viniciusról, aki aztán visszarántja Holmant. És a játékvezető bizony most már ad is egy sárga lapot Viniciusnak. Nyilván felkészülési meccseken ritkábbak a sárgák, de itt azért volt még piros, gyanús megmozdulás, és ugye szerdán az MTK meccsen, akkor ugye Hely Viktor rúgta fel teljesen indokolatlanul, és eléggé durván Simon Benedeket. Reméljük, hogy azért ezek az incidensek majd ezen a mérkőzésen nem fognak megismétlődni egyik oldalról sem. Holman Pekárnak futnia kellett, hogy ezt a labdát beérje. Pekár. Tuivel. Szabó előre. Holman állva várta a labdát, Vinicius pedig oda lépett, Mitrovic megjátszott ott Tótkevét, Tótkeve elpasszolja. Viszont hát egy picit közelebbről
mint hát kb. Egy jó 10 perccel ezelőtt, egy szabadrúgással a BVS-e, vagy hát lehet inkább csak a szög más, de nem, ez még távolabbról jön. És megint csak Mitrovic, és megint csak Hidi a labda mögött. Ugye Mitrovicnak már volt egy szabadrúgása, azt ugye védte Tuivel. Tulajdonképpen a meccs egyetlen kaput eltalált kísérlete volt az. Hát onnan azért ezt is merészebb elvállalni, de hát azért vannak nagy lövők a BVSC csapatában. Megint ott van Mitrovic, viszont ezt nem Hidi fogja rugni, az már biztos. És az is biztos, hogy ezt nem Mitrovic lövi, viszont ez is kapura megy, Tuivel fogja. Pont középre jött ez a lövés, hogy Tuivelnek nem kellett azért nagyon megerőltetnie magát, de megvan a második védése is. Tóth Milán Levente volt, aki kapura szúrta ezt a szabadrúgást. És hát eddig elnézve az edzőmérkőzéseket, hát Tuivel tényleg gyakorolhatja itt most a szabadrúgások hárítását. Majdnem minden meccsre jutott legalább egy. Keresi. Visszapattant rá a labda, így Csenterics jöhet kirugással. Csenterics-et nem igazán dolgoztattuk meg a decemberi bajnoki mérkőzésen, viszont egy-egy után a hajrában több nagy bravúrt is be kellett mutatni a fiatal kapusnak. Egyébként remekül teljesít a BVSC-ben, és az érkezése óta azért elindultak felfelé az uglóiak. Ugye Urbán Flórián irányításával kezdték meg ezt a szezont, aztán utána Kincses Ádám beugrósként több mérkőzésen elirányította a csapatot, hogy végül maradt a szakmai stábban, de december elején ugye Szekeres Tamás nevezték ki a BVSC vezetőedzőjének. Tuivel jön, és ezt is megoldja. Hát egyelőre az egyik legjobbunk ma úgy néz ki, tényleg Tuivel. Nagyon sokszor van játékban, és egyelőre ami a kapujára ment, azt védte is. És ugyanez igaz volt, hogy az MTK elleni mérkőzésre. Hát ugye egy fél időt kapott, egy nagy Jurinezicert védett, és nem kapott gólt. És hát ugye a 18 éves Gyetván Márk is megkapta a bizalmat, ő is védett egy nagy Stieber-Zicert azon a mérkőzésen, úgyhogy jól teljesítettek a kapusaink az első számú kapus Dús Gellér távol létében. Vinicius. Adorján. Hát, mondtam, hogy jó lenne azért az ilyen szituációkat elkerülni, de megint egy durvább szabálytalanság ott a középpályánál, és azért most már itt a kispesti kispad is felugrott. Több hiányzója is van a BVSC-nek, egyébként volt egy 16 éves játékosuk is, aki edzőmérkőzésen már bemutatkozott. Hát voltak ők, vagy ők is kipróbáltak fiatalokat, hát rajtuk kívül azért vannak olyan játékosok, akiknek lehet, hogy még a jövője is kicsit kérdéses. A BVSC-nél minden esetre a klub hivatalosan még nem jelentett be távozót, viszont csak a korábbi játékosainkat nézzük, akkor például Vernes Richard most nincs itt a csapatban, ő ugye kezdő volt még a decemberi bajnoki mérkőzésen. És egyébként egy gólja van, rajta kívül még Balog, Mitrovic és Szilágyi szerzett gólt a BVSC-ben a bajnokságban, a házi gólkirály pedig Hidi, valamint Mucsányi 3-3 találattal, és hát ugye értelemszerűen Tóth Milánnak is van már egy találata. Egyelőre Hidi, illetve Mucsányi legeredményesebb labdarúgók a zuglóiaknál. Nálunk ugye Keresi, aki a legeredményesebb, szóval kétszer annyi gólt szerzett, mint a zuglóiak házi gólkirályai. Adorján. Na most megint Krajcsovic hosszú idő után mehetett volna, illetve bocsánat, Bence Leitner, aki mehetett volna, Krajcsovic viszont már ott kérni el a labdát, és helyezkedik Bence Leitner. Ott van Lőrinci is, Lőrinci feje felett átdobja Bobálnak, Bobál pedig vissza tudta tenni, kár, hogy nem emberhez, Tóth Keve azonban nem volt könnyű helyzetben, de végül ki tudta rugni, Bacsa pedig megjátszaná ott Mucsányit, de nem tudja megjátszani, mert hogy jött ott Bence Leitner, és ő oldotta meg ezt végül. Ördög szépen mellel átveszi, Hidi jön, Hidi elesik, és Hidi kap egy szabadrugást. Azért azt onnan már kétlem, hogy...
Zuglói bedobás, Bacsa elől kellett kifejelni, a Dorján, Bobák Gergely, és Tóth Kevelő végül mellé. Bobák Gergely elől el tudta hozni a labdát, Tóth Keve aztán egyből visszaküldte a kapura. De nem talált kaput. Hát egyelőre BVSC-nek vannak helyzetei, legalábbis több lehetősége. A lövések arányában azért most fölényben a vendégcsapat. Viszont gólokban egyelőre ugyanúgy áll mind a két együttes. Hát ugye eddig a két meccs összesített gólaránya ugye nekünk kedvez ebben a szezonban. Ugye 7 gólt lőttünk, 2-t kaptunk a BVSC-től. Összesen 9 gólt hozott két honvéd BVSC meccs ebben a szezonban. Amely ugye az őszi szezonban volt, és a tavaszi szezonra is van ugye két mérkőzés, de hát majd legközelebb ugye még májusban találkozunk velük bajnokság zárásakor. Mitrovics gyorsan elvégzett szabadrúgás, amit Szabó Alexnek kell kicsúsztatnia egy szögletre. Viszont Szabó Alex annyira jól csinálta, és annyira jól adotta meg a feladatát, hogy nem is kell ide szöglet, újváljon ki rúgással. Visszafejelte ugyanis a zuglói támadóra Szabó. Tuivel jön. Bobál. Hidi. Belekap, úgyhogy a miénk legyen. De Vinicius időben ért oda. És most már újra Hidi. Ördög. Szép volt. Dobhat viszont a BVSC király. Király hajítja középre. Bacsát keresné, Bacsa belefejelt Tóth, és végül hazaféli ördög Tuivelnek. Bele tud fejelni Mitrovics, Vinicius. Vinicius Bobát kicselezte, és aztán indít. Bence Leitner előnyösebb pozícióban, mint Mucsányi. Bence Leitner megoldja, jöhet majd az újabb zuglói sorokrúgás. Ott van Tóth Levente is középen, a Hesoli Vér is előre. Ott van Mitrovics is, Hidi pedig. Elrúgja a szögletet, ott a sarkazás megint Portól, és még mindig ott a labda, sikerül elhozni. Igen, ezekből a lecsorgókból kaptunk már gólt felkészülési mérkőzéseken, úgyhogy szerencsére ezt most megúsztuk, sikerült levédekezni. Király passzolja hátra, Csenterics. Védeni valója egyelőre még nem volt Csenterics Adriánnak. Hidi. Vinicius. Csenterics. Pekár. Előre Adoriánnak. Adoriánnak nem jó. Elhozza a labdát Tóth Keve. Megjátszott Mitrovicsot. Mitrovics. Mitrovics csele. Hidi. És Hidi ellövi messziről. Fölé. Nem volt rossz kísérlet Hidi Patriktól. Azért ő a nagy bombáiról híres. Viszont szerencsére ez most nem, ezt nem akasztotta fel a kapunkba. Bence Leitner, Bobál Gergelyt indítja, és ez Olivérrel szemben Bobál megtolja fejjel. Bobál keresi középen, Bobál lő! Gól! Gyönyörű volt Bobál Gergely góljával, Honvéd BVSC 1-0. Kiváló labdát kapott Bobál Gergely, és hát ez bizony bebombázta, ahogyan azt kell. Védhetetlen lövés. 1-0. És hát Bobál Gergelyről készült nóta szólít most az utánpótlás központban. Szép gólt lő Bobál, 1-0-ra vezetünk ezzel. És ez már a 8. gólunk ebben a szezonban a BVSC ellen. Bobálnak pedig egyre jobban megy a góllövés.
Ugye az Ajka ellen a Csertőira első találtat is ő szerezte, aztán a másodikat is egy Irmóta ellen eredményes volt, a Csákvár ellen is a bajnokságban. Most pedig a felkészülési találkozókon először szerez gólt Bobá Gergely, de ugye előtte volt a Paks ellen az a bombája, meg eredményes volt ugye a Moson-Magyaróvár elleni bajnokin. Bobál! Lehet menni még! Bobál! Holman! És a szosszú sajnos Csenterics. És hát egy picit hasonló az MTK mérkőzéshez ez, legalábbis olyan szempontból, hogy nem volt túl sok helyzetünk az első fél időben, mégis meg tudtuk szerezni a vezetést. Noha ott azért a második játékrészben nagyon nekiestünk az MTK-nak elől, és megérdemelt volt az, hogy megszerezzük a vezetést, de egyelőre Tuivel magabiztossága és Bobál precíz lövése egyelőre azt eredményezi, hogy vezetünk a főpróbán, és továbbra is megőrizhetjük a veretlenségünket. És jó lenne azért győzelemmel hangolni a jövő hét szombaton esedékes Kozár Mislenyi bajnokira, a tavaszi szezon rajtjára. Tóth Lesem, Tóth Milán. Lőrinci. Jaj, de jól Kerezsinek, és végül becsúszva ment egy nagyot Hess, de mi jöhetünk bedobással. Lőrinci. Ördög. Adorján. Ördög. Ajajajajaj, a Bacsa Patrik lecsapat erre a labdára, de nem csap le, megoldja Szabó Alex. És volt egy kis hiba hátul, de szerencsére csapattárs javítani tudott. Pekárivel előre. Úha, hát azért az egy óriási visszarántás volt Királytól. Hát ez is megérne azért egy sárga lapot, hogy egyedül Vinícius kapott a mezőnyben. Kerezsőt a nyakához kapott. Hát egyelőre a sárga elmarad. Lőrinci szabadrúgása. Tuivel. Megjátszott Kerezsit. Lőrinci csúszott így a jó Kerezsinek, és Kerezsi egy az egyben megoldhatja Hess Olivére. Jön Krajcsovics a másik oldalon. Kerezsi, azt el kell lőni lassan. Megjátsza inkább Krajcsovicsot. Krajcsovics beljebb húzza, lövés, kapufa. És Kerezsinek nem jó a kipattanó. Ez nagyon szép volt. Ó, Lőrinci, ott van még az a labda. Lőrinci lő, fejbe találja Hess Olivért. Bobál. Na, folytatódjon még azért az a tűzi játék. Ördög. Bobálnak nem volt jó. Király, de megyünk és letámadunk. Bacsa, nem biztos, hogy olyan könnyen ki tudja hozni ezt a labdát a BVSC. Hát ilyen próbálkozásokkal nem. Ördög dob. Ezért ez egy szépen felépített támadás volt, és Kerezsi is nagyon önzetlen volt, hogy ki tudta szolgálni. Ott Krajcsovicsot. Kapufa most megmentette a BVSC-t. Bobál. Hát klasszis gólt szerzett Bobál Gergely, hogyan az fejjel megtolta, és amilyen jól helyezve, teli rüsszel, teli erővel megküldte azt a labdát. Na se szép találat volt. Hasonló kivitelezéssel, mint amit ugye a Paks ellen szerzett a Magyar Kupában. Ördög dobhat. Most pedig már az uglóiak jönnek. Vinícius. Na, hogyha kiindulunk azért a két csapat eddigi idei két mérkőzéséből, meg abból, hogy ezért a felkészülési időszakban azért elég gólgazdag meccseket vívott mind a két csapat többnyire, legalábbis átlagosan, akkor azért tényleg arra lehetett számítani, hogy itt azért ma potyognak a gólok, de egyelőre szerencsére csak kispesti oldalon volt gól, de jöhet a következő. Kerezsi! Remek labdát kap, és most Viníciusra vezeti rá egy az egyben. Kerezsi, és Vinícius megoldja. Hát igen, azért Viníciusnak ebben most minden rutinja benne volt, abban is, hogy ezt a labdát végül úgy mentette meg, hogy a BVSC dobhat. De nem baj, hát a következő, most azért sokkal lendületesebbek vagyunk elől, és tényleg, hát evés közben jön meg az étvágy, főleg most itt ebédidőben, Bobál Gergely gólja óta folyamatosan támadunk. És ugye Krajcsovicsnak volt már egy kapufája, Lőrincinek aztán egy lövése, ami Hess Olivér fejéről vágódott le, meg most Kerezsinek is volt egy megindulása. Csenterics. Hess. Vinícius. Vinícius. Megint Bacsát próbálta megtalálni Tuivel. Bacsa korábban Újpesten és Diósgyőrben futballozott. Kazincbarcikában nem
szerepel túl sikeresen, mint az egyetlen bajnoki gólt szerzett BVSC jelenlegi támadója. Tuivel. Lőrinci hátrapasszol Pekárhoz. Pekár pedig már megjátszott Ördögöt. Ördög. Adorján. Egyből előre Keresinek, ez most nem volt jó. Csenterics. Vinícius. Megkapja a labdát Hess. Hidi. Mucsányi mutatta ott magát, Hidi azonban inkább Hess Olivért vonja játékba, mert az összes játékosa, amit ér felünkön a BVSC-nek, Hidi. Aztán megjátszott Viníciuszt. Csenterics. Hess. Hess még, inkább hátra. És most Holman Dávid jön előre. Ő neki ki kellett hagyni egyébként eddig mind a két BVSC mérkőzést. Viszont ugye legutóbbit a bajnokit azért, mert sérült volt. Azonban itt van. Az uglói csapat ellen, még hozzá a kezdő csapat tagjaként. Tuivel előre Bobál Gergelynek. Bobál visszaféli a labdát. Szerencsére ezért nagyjából a párharcait megnyerte Bobál Gergely. A gól előtt is az volt talán a legfontosabb. És hát ugye előtte pont volt a BVSC-nek egy lehetősége. Egy perccel később mi góllal válaszoltunk. Ez pedig így lesz kirúgás, hogy Bacsa Patrik oda csúszott Ördögnek. Tuivel elmegy labdáért, és akkor hamarosan újra folytatódhat a pályán majd a játék. Tuivel. Vinícius fejelte vissza. Holman. Holman, az is jó lehet. Keresi, és végül jön Csenterics. Ebben most nem alakult ki túl veszélyes helyzet. Hidi azonban már is szintén egy íveléssel. Holman, ez a miénk. Holman, ez pontatlan. Ezt hazagurítja Bobál, és Holman is oda menjek, hogy hát ha Csenterics megint rosszul találja a labdát, de most nem így tesz. Ettől függetlenül ez nem jelenti azt, hogy nem szerezzük meg, mert hogy Adorján ezt teszi. Adorján hátra, Bence Leitner, Holman. És Bence Leitner végezhet majd elbe dobást. Hát a félidő vége előtt jó lenne akár egy újabb találatot szerezni. És egyébként mind a négy felkészülési meccsünkön vezetünk. Ez is azt jelenti egyébként. Ezzel a góllal ez eldölt, Ördög. Tuivel. Zajka ellen ugye ott kellett 0-1-ről fordítanunk, de az Arad és az MTK ellen is megszereztük a vezetést. Most a BVSC ellen is. Hess. Vinícius. Tóth keve vissza Viníciusnak. Mitrovics. Hess. Hess egy csellel. Szent Viníciusnak fúj fent a labdát. Átforgatta Hess Olivér. Vinícius. Holman. Bobá Gergely előtte. Holman. Ez a labda sem volt jó. Tóth Kever ugye a Vinícius lábára szó szerint. Vinícius pedig lassan-lassan előre ment. Mitrovics. Por Patriknak forgatta a labdát. Por meg tudja tolni Holman mellett. És aztán jön a beadása. Tuivel maga biztosan lehúzza. Két szabadrúgást kellett eddig hárítani a Tuivelnek. És ezen kívül még a BVSC-nek voltak ugye távoli lövései, Hidi, valamint Tóth Keve jó voltából. Szerencsére azok, akkor még kaput sem találtak. Keresi, most viszont megint letámadnak a vendégek, de ki tudjuk hozni a labdát, ez az, Holman. Krajcsovics van ott előtte, őt is vonja a játékba, Krajcsovics. Többen mennek ott a 16-oson belülre. Por szerel a ott pont a büntető területen belül, Bence Leitner. És ez még így a miénk, Szabó Alexhez pattan a labda. Szabó, hátra Holmannak, újra Szabó, Adorján,
És megint csak Szabó. Tuivel. Pekár. Keresi. Hát, ez most sajnos nem volt jó. Jön el erre a labdára Csenterics. Vinícius. Bence Leitner, visszafejeli a labdát. Ott van Adorján. Adorján még. És jöhet majd egy bedobással a BVSC. Por. Neki volt még egy sarkozása a mérkőzés elején, úgyhogy ő is helyzetbe került ezen a mérkőzésen. Egy szöglet után volt, és bizony most megint sanszot kapott a BVSC egy hasonló helyzet kialakítására, mert hogy szöglettel jönnek, de reméljük, hogy ezt is le tudjuk védekezni, mint az előző nagyjából 3-4 sarok rugásukat. Hidi megy elvégezni ezt is. Most a jelt Hidi Patrik. Jön tehát a szöglet, jön Tuivel is, és nagyon magabiztosan lehúzza Vinícius feje elől, és már dobja is ki, és jön ott Lőrinci. Lőrinci, ő meg egyből játékba vonja Krajcsovicsot, Krajcsovics, és az pedig így lehet ajándék, labda, Bobál elrúgja, és bizony az úgy, bent van 2-0. Bobál Gergely duplázni tud. Lőrinci, és ott Ördög is már megköszönik Tuivelnek, hogy ezt egyből előre dobta, mert bizony ez is kellett ahhoz, hogy ebből egy akció kisüljön, és megvan a második gólunk. 2-0. Bobál Gergely duplázni tud. Nem sikerült menteni az utolsó pillanatokban a BVSC védőinek onnan a kapu torkából, és ez így bent van. Honvéd BVSC 2-0, ez volt tehát az első félidő utolsó momentum a két gólos előnyről. Várom majd önöket nagy szeretettel negyed óra múlva a második félidőre.
Na hát és már indul is a második játékrész. 2-0-ra vezetünk tehát a BVSC ellen. És hát rögtön egy érvénytelen kezdőrugás, meg kell ismételni. Úgyhogy Bobá Gergely akkor újra. Hát egyelőre a meccs hőse, azért a meccs közben nem tettem, hogy Tuivel is remek teljesítmény nyújt, de hát akkor mit mondjuk Bobá Gergelyre, aki 2 gólt szerzett az első játékrészben. 2 remek találatot, főleg a legelső, ahol egyéni megoldásban jeleskedett Bobál, de hát a második gólt is neki kellett megoldania, és hát Tuivel is magabiztosan véd a kapuban, és egy remek indítása után sikerült kialakítani gyakorlatilag azt a támadást, amiből Lőrinci kiszolgáltott Bobá Gergelyt, és megszereztük a második gólt. Szóval 2-0-ra vezetünk a BVSC ellen a főpróbán az első félidőben, egyébként összességében egy lendületes mérkőzést látunk BVSC-nek, noha azért voltak helyzetei, de a gólokat mi rúgtuk, és ez egyelőre egy magabiztos előny. Reméljük, hogy a második játék részben sikerül még tovább növelni az előnyt. De hát mindesetre ugye júliusban is 2 góllal vezettünk Zuglóban az első félidőben, akkor 3-1 volt az állás, akkor Horváth Roland szerezte a BVSC góljait, nem pedig Kocsis Dominik volt eredményes, valamint Keresi Zalán duplázott, és most is van egy duplázónk, azóta Bobá Gergely. Cserét láttam egyébként a BVSC-ben, pályán David Envacsukú, ő egy fiatal nigériai támadó, többnyire a támadó középpályás pozícióját tölti be, a Debrecen MB3-as csapatában szerepelt, viszont a fejlődés érdekében most a másodosztályba igazolt így, úgyhogy osztályt lépett Envacsukú, aki most a BVSC-ben folytatja pályafutását. Krajcsovics, 2 ember között rajta, az előbb állt Envacsukú, valamint Por, és ez itt szabadrúgás. Nálunk egyelőre, ahogy látom, nem volt változtatás, tehát maradt igazából a kezdőnk. Nem jött el egyébként egyik csapat sem nagyon hosszú kispaddal, mint amit mondjuk így a felkészülési időszak elején láthattunk. Majd meglátjuk, hogy kik kapnak játék lehetőséget, mint ahogy említettem, azért nálunk is vannak ugye hiányzók, de a BVSC-nél szintén azért hosszú a névsor. Lőrinci. De nagyjából erre a csapatra számíthatunk majd a bajnokságban is, alig ha nem, akiket ma be tudott vetni Csertő Aurél. Ördög, hiszen ugye 6 nap múlva már bajnoki Kozár Michelinben. Vinícius. A Szekeres Tamás irányítása alatt mindez egyszer kapott ki a BVSC. Nem Vácsukú mehet, és kidobja oldalra. Mucsányi, elindul befelé Mucsányi, megcsinálja a cselt Bence Leitner mellett, és Bence Leitner nagyon szép becsúszása után már Bobá Gergelyt vonja játékba. Hesz Olivérről próbál lefordulni, Bobá, a szabadrúgás lesz kifelé. Holman. Pekár. Keresi. Vinícius volt az, aki megoldotta. Tótkeve, Lőrinci. Mehet tovább, Lőrinci. Keresi. Ebben a naptár évben nem sikerül betalálni a Keresi Zalánnak. De reméljük, hogy ma meg lesz neki is az első gólja. Ebben az évben. És hát még Ördögöt nézzük, mert jöhet egy beadással, jön is. Csenterics kiejti a kezéből, és végül pont szerencséje volt, hogy oda pattant hozzá. Ott volt középen Bobá Gergely is, aki most már a Mester 3-asára hajt. Visszatérése óta ez volt az első duplája Bobá Gergelynek a Honvéd mezében. Por. Envacsukú veszi át. Krajcsovics szabálytalannak ítéli meg ezt a megmozdulását a játékvezető. Itt átjöhet megint a BVSC szabadrúgással. Hidi. Hesz. És egy 2 győzelem, 2 döntetlen lenne a mérlegünk a felkészülési időszak alatt. Csertő Aurél irányításával ez már a 8. veretlen mérkőzésünk lehet. Bobál fejel. Envacsukú. Vinícius. Vinícius egyből előre. Vissza féli labdát Bence Leitner Adorjához. Bence Leitner szépen emeli ki Krajcsovics, ő is pontosan tovább Holman. Envacsukú nem tudja megállítani Holman, még szabálytalanul sem. Aztán Holman végül oda került a földre, mert hogy mégiscsak megállította őt Envacsukú. Az viszont azt jelenti így, hogy szabad rúgás, elnézést is kér a nigériai játékos Holmantól.
A BVSC-nek egyébként ugye három új szerzeménye van ezen a télen, közülük kettőt ezen a héten mutattak be, de egyébként próbajátékon már részt vettek. Ugye Bocsáról volt már szó, ugye itt van a kezdőben, én vagy csak ugye próbajátékosként gólt szerzett a Dunaújváros ellen, illetve még Rabatin Richard, aki érkezett a BVSC-hez, ő még a kispadon. Adorján. Keresi. Ez így a miénk, de ugye mi a BVSC, miénk is lehetett volna, most már tényleg az. Én vagy Csuku, aki nem tudott belekapni ebbe a labdába. Ördög dob. Csak hát kérdés, hogy hova dobja be ezt Ördög. Most már megtalálta az emberét Keresi Zalán személyében. Keresi két ember között szépen. Ördög, Keresi, és végül kipasszolják a labdát a zuglójak. Enva Csuku menne erre, Adorján hátra rúgja. Tuivel. És higgadtan. Pekár. Mindössze három tétmeccsen jutott szóhoz ugye Tuivel az őszi szezonban. Ott is volt, hogy csak pár percre. A Paks ellen, illetve a Dorog ellen védett még a Magyar Kupában. Mindössze ez a három tétmeccs, meg a haladás ellen állt be a hajrában a bajnokin. Most viszont négy mérkőzésen is párra lépett, és bizonyított is a felkészülési időszakban. Keresi. Keresi, Csenterics végül megoldja lábbal. Nem volt még védése Csenterics Adriánnak. Ezt mi nem bánjuk, Bobá két góljával 2-0-ra vezetünk a BVSC ellen a főpróbán. Hát a nyári főpróba ugye Ausztriában volt. Katari csapat ellen szenvedtünk ugye 2-1-es vereséget. De most itt a téli főpróba az hazai környezetben. Szurkolók előtt egyelőre úgy néz ki, sokkal jobban sikerül. Bacsa. Próbált lefordulni Adorján, és Adorján ezzel mehet. Holman. Krajcsovics Bobá Keresi hármasa ott elől, és Krajcsovics visszalép labdáért. Ez is egyébként szép lett volna, csak az utolsó pillanatban Mucsányi visszalépett, és ezzel is tudta hozni a labdát maga biztosan. És aztán egy íveléssel vonná be Por Patrikot, Bence Leitner előnyösebb helyzetben, és Bence Leitner meg is oldja ezt, úgyhogy jön Krajcsovics, amíg bent tartja a pályán Bence Leitner. Szép kis passzokkal megtartjuk ezt a labdát, Krajcsovics. Oha, vigyázzunk, nehogy ebből Mucsányit helyzetbe hozzuk, de nem hozzuk helyzetbe. Szabó Alex meg az utolsó pillanatban tovább pöccintette Pekárnak, és most már Ördög indíthatja Adoriánt, aki előre jön, meg jön Csenterics is, de Adoriánnak meg lehet ez a labda. Üres a kapu, Adorján ellövi a labdát, és ott a harmadik gól, Adorján Krisztián. 3-0. Hiába jött ki Csenterics, Adorján szépen hozta el ezt el, és előre jött, és milyen jól tette Adorján. A második honvédos gólját is a BVSC-nek rúgja. Na, 3-0, és azért ez az egész indult abból, hogy 3-4 BVSC játékos passzolgatott ki kicsiben, ugye itt Krajcsovics, illetve Bence Leitner. Aztán Ördög indított remekül, Adorján előre ment erre a labdára, de szépen megoldotta. Na és most még várunk egy kicsit a középkezdésre, mert hogy egy gyors ápolást kellett elvégezni a BVSC-nél. És egyébként ez azt jelenti, hogy három meccsen 10 gólnál járunk már a BVSC-vel szemben. Igaz, ebből 9-et felkészülési meccsen rúgtunk nekik. Nyilván kicsit fájhat, hogy a bajnokságban nem sikerült őket hazai környezetben megverni, de még májusi mérkőzés ott van, hogy begyűjtsük ellenük a 3 pontot. Bacsa, nem vagy Csuku. Na pedig nagyjából fél óráig ez a mérkőzés helyzetek alapján lehet, hogy inkább a BVSC-nek állt, de mi azért jóval pontosabban, összeszedettebben futballoztunk, és tényleg a helyzeteinket kíméletlenül kihasználtuk. Hasonló ez a találkozó az Arad ellenihez, ahol szintén ugye a nagy helyzeteinket gólra váltottuk, és magabiztos 3 gólos győzelmet arattunk, de hát nem bánjuk, ha ez még 3-nál is több lesz ma. Holman felé helyette Bobán jön, vissza is csúsztat Holmannak, nem volt jó por. És hát azért Szekeres Tamás a szoros meccsüket játszott azért eddig a BVSC. Ugye nyilván nem alacsonyabb osztályi csapatokra gondolok, mert az NB3-as Dunaújváros meg a Hódmezővásárhely ellen nem volt túl szoros a mérkőzés, ott 4-0-ra és 5-0-ra nyert a BVSC, azért ez a Budaörs elleni egy-egy meglepetés eredmény volt, de hát a Paksot is nagyon megszorongatták, mindössze csak 3-2-re kaptak ki. Hát ez azért így ennek tükrében azért tényleg egy
nagyon nagy és magabiztos siker, és egy remek főpróba. Reméljük, hogy majd az előadás is a tavaszi szezonban hasonló lesz. Keresi kapott a lábához, nem jöhetünk majd. Megvan a labda. Holman. Na, lehet menni. Krajcsovics elől. Holman vezeti, jön Bence Leitner is segíteni neki. Krajcsovics. Krajcsovics vezeti be, és csavar! Gyönyörű gól! Ott a negyedik. A hengerre áll le Krajcsovics Ábel. A felkészülési időszak egyik legjobb kispesti játékos, a Krajcsovics, ezt most meg ki lehet jelenteni, a harmadik gólját szerzi ebben a periódusban, és a másodikat, amelyet tényleg onnan a 16-os csücskéről csavar be védhetetlenül a kapuba. 4-0. Na. Alakul ez. Krajcsovics Ábel ez gyönyörűen oldotta meg. Hát, hogyha valami, akkor ez tényleg önbizalom növelő győzelem lesz majd. Hát 4 gólt tétmeccsen egyedül csak a kupában ugye dorogon szereztünk, akkor 4-2-re tudtunk diadalmaskodni, és ennél többet a szezon összes mérkőzését egybevetve csak ugye a BVSC-nek rúgtunk, akkor ugye ez egy 6-os volt. Hát hallottam itt a lelátóról hasonló hangokat, hogy ez ma is meg lesz. Hát legyen így. Csenterics. Ha így folytatjuk, akkor tényleg van rá esély, mert idő van. És most már tényleg látszik az önbizalom és az, hogy mindenképpen gólokat akarunk szerezni. Én vagy Csukú. Én vagy Csukú, a Dorjánon túljut. És ez szabad rúgás lesz. Ugye a legnagyobb győzelmünk arányban az egy 5 gólos siker volt. Hát tudom, végül is már csak egy találatra vagyunk. Na nézzük, Hidi szabadrúgása tehát a BVSC-nek. Hidivel, ott a csúsztatás mellé. Hesz kapott bele, Tuivel repült érte, kaput ez nem talált. És cserélni fogunk majd. Gyetván Márkot látom ott, így van Tuivelnek, ennyi volt a mai mérkőzésre, de hát óriási gratulációja Tomás Tuivelnek, hiszen azért igen, magabiztosan védett a mai napon, nem kapott gólt, és a második gólunkban még kapus létére így is benne volt, úgyhogy hát Tuivelnek óriási gratuláció a mai teljesítményért, és érkezik Gyetván Márk. Egy nagyon fiatal kapusról van szó, aki az MTK ellen nagyon jól szállt be a meccsbe, volt is egy nagy bravúria, magabiztosan jött ki a labdákra, és bízunk benne, hogy ő is megőrzi majd a kapunkat a BVSC góljaitól. És rögtön Gyetván azok után, hogy beállt övé az első labdaérintés majd, mert hogy jöhet kirúgással. Gyetván. Bence Leitner tovább csúsztatja. Holman is. Bobál elől Vinícius kap bele. Ujjjjjjj. Bence Leitner ütközött ott BVSC játékosával, Mucsányival. Bence Leitner. Krajcsovics. Szépen emelné át Vinícius. Krajcsovics. Nem elveszett labda az még. Így viszont már szabadrúgás kifelé, hogy Krajcsovics megrúgta ott Viníciust. Mindkét oldalon eddig egy-egy változtatás volt. Ugye Envacsukó állt be a BVSC-ben, nálunk pedig Gyetván. Megint csak kapus poszton cserél egyelőre Csertője Urél, akár csak az MTK ellen. De most már többen is öltöznek, úgyhogy szabadon egy komplet sorcsere vár a csapatra, de azért több változtatás is lesz most, alig hanem egyszerre. Bocsa. És hát azért ma Bobá Gergely is kimagaslót nyújtott Krajcsovics Ábel itt a felkészülési időszak alatt szintén. De hát rajtuk kívül is vannak azért még nagyon jó teljesítmények. Keresi mehet! Csenterics megint rosszul jön! Üres ez a kapu! Keresi vezeti rá! Keresi még! Gól! 5-0! Keresi is betalál! A negyedik gólját szerzi már a BVSC ellen ebben a szezonban. Kivárt Keresi, megint rosszul jött Csenterics, és ott az ötödik.
Na jól van, hát csak így tovább. Azért remélem majd a bajnokságra is hasonló mérkőzések várnak ránk. De hát ez elképesztően jó főpróba lett, azért én megmondom őszintén, hogy a fél óra után, mérkős első 30 perce után nem nagyon gondoltam volna, hogy itt ma rugunk legalább ötöt. De reméljük, hogy majd rugunk többet is. Kerezsi Zalán is gólt szerez, megvan az első gólja ebben a naptári évben Kerezsinek, hát ő is megérdemelte, ő egyenlített ki ugye az első mérkőzésen a Bozsikban, most pedig ő szerzi a mérkőzés ötödik kispesti találatát. Na és akkor most jönnek a cserék, a gól után elkönyvelhetjük őket, leballa Krajcsovics, Ábel, Adorján Krisztián is ugye a harmadik gólunkat szerezte. Lőrinci is, lejön Ördög is, hát lehet, hogy egyszerűbb mondjuk inkább azokat a játékosokat mondani, akik maradnak egyelőre a pályán, Holman, Bobál, Bence, Leitner és Pekár egyelőre nem indultak le. Pályán Kovács Nikolász, ő is gólt szerzett egyébként a BVSC elleni mérkőzésen, azon a 6-1-es találkozón. Kálnoki kis Dávid is érkezett a pályára közben, ahogy látom. Jön Haragos Viktor is. Nyitrai Bence szintén a pályán, úgyhogy őt is figyelhetjük majd a folytatásban. És mondom, Bobá, Holman, illetve Bence Leitner is úgy néz ki, hogy maradnak a pályán. És akkor a mérkőzésen már hatodik alkalommal középre jön a BVSC. Egyszer azért, mert ők kezdték a játékrészt, ötször azért, mert gólt kaptak. Hidi. Vinícius. Kálnoki kis fejjel bele, Holman. Por. Por átemeli Holmant. Holman, megvan a labda. Holman, és már indít, ez most pontatlan volt. Haragos. És most ezért azok a játékosok is bizonyíthatnak, akik kevesebb játék lehetőséget kaptak eddig a szezonban. Még akár a felkészülési idő alatt is nyitrai elől rúgják el a labdát. Ugye nyitrai kezdő volt az MTK ellen. Kovács Nikolász. Legtöbbször a kezdőcsapatban középpályán nyúlt bele Cserző Aurélien, ha voltak kényszerűségek is, hiányzók miatt. Keresztes Noellel szemben követel szabálytalanságot David Envacsukwu, egy tehát szabad rúgással jövünk majd. Nyitrai. Pekár. Kálnoki kis. Haragos. Kálnoki kis. Ez most pontatlan labda volt tőle. És ahogy látom, a csapatkapitányi karszalag viszont igen, maradt Holmanon. Ugye első számú csapatkapitányunk ebben a szezonban ugye Iván Lovrics volt. Neki innen is azért jobbulást kívánok. Ugye ő a Szeged elleni mérkőzésen sérült meg. A műtéten is átesett. Úgyhogy őre nagyon hosszú kihagyás vár. Viszont ugye azóta Kálnoki kis Dávid volt gyakorlatilag az első számú cséká. Aztán Holman is megkapta ezt a karszalagot, de volt, hogy ugye Szabó Alex, illetve Bocskai Bertalan is viselte már a szezon folyamán. Most azonban Holmanon volt a mérkőzés kezdete óta, és egyelőre rajta is. Bocsa. Pekár. Bobál. Az nagyon szép, Holman. És Pekár István is jön előre a támadáshoz. Holman. Leadja. Nem. Nála marad, és fölé rúgja. Holman ott megjátszhatta volna azért a csapattársat. Ez most nem sikerült egy jó lövésre. Ez is lehetőség volt. Hát ha így folytatjuk, azért meg lehet megint a 6, mint volt Zuglóban. És ez egyébként a legnagyobb győzelmünk lenne ebben a szezonban. Hát hogyha itt tényleg ennek az idénynek mind a 10 felkészülési meccsét, a két magyar kupa találkozóját és a maradék bajnoki mérkőzését összeadjuk, akkor ugye összesen ez már a 30. mérkőzésünk ebben a szezonban, és egyébként eddig 9 győzelem, 10 döntetlen, 10 vereség volt a mérleg, hát most jön a 10. győzelem, úgyhogy mindenből van itt 10-10. Envacsukwu. Envacsukwu átemeli ott az embert, Envacsukwu helyzetben, és végül Pekár ment. Ez volt a második lehetősége a második játék részben a BVSC-nek. Ugye volt még Hess Olivernek az a csúsztatása. Most pedig szöglet az uglói oldalról. Jól tekeredik befelé. Ott van még Mucsányinál. Haragos. Na, rúgjuk el onnan. És egy lövés lesz belőle. És ez a kapu tetején landol végül. Hát helyzet volt ez is a BVSC-nél, de egyelőre
Szerencsére nem kaptunk gólt. A második fél időben szöglet után talált be az MTK szerdán. Most egyelőre a BVSC nem tudta bevenni még a kapunkat. Gyetván. Nagyon letávadnak most, sok a sárga mezesett a 16-osunk környékén, de ki tudjuk hozni. Kovács Nikolász. Jön előre a labda Bobá Gergely. A szép. És ezzel megint lehet menni keresztes ezúttal. Tovább megy a szabadrugás. Ugye innen rugdosta Mitrovics és Tóth Levente az első játék részben a kapunkra ezeket a megítélt szabadrugásokat, amiket ugye védett Tújvel. Most mi is kapunk egy esélyt. Hát azért nagy gólt lehet onnan akasztani Csenterics kapujába. Ugye keresztes harcolta ki, az a keresztes Noel, aki ugye a hatodik gólunkat szerezte zuglóban. Ez egy jó nagy bomba gól volt, viszont most ezt a szabadrúgást nem ő fogja lőni. Hát ha jól látom, akkor bizony Holman Dávid is elmegy onnan, ez úgy néz ki, hogy Bobálé lesz. Na lesz szemester hármas. Megpattan a sorfalon, és így a helyzet, keresztes elől lehúzza a labdát Csenterics. Hát majdnem így lett gólpassz keresztes Noelnek. De helyzetnek ezt is felírhatjuk. Csenterics ugye előre. Kálnokik is. És hát idő azért még van a hatodik gólra, és most azért szerencsére az önbizalom az mindenképpen nő ezen a mérkőzésen. És a hangulat is remek. Bacsa előle haza gurítja Nyitrai Gyetvánnak. Bobá Gergely sétál le, ahogy látom, illetve Mucsányi Márk és Tóth Keve is a BVSC részéről. De Bobá Gergely ott marad a pályán, csak lesétált a szélére, változtatásunk nem lesz. Egyelőre, ahogy látom, a BVSC-nél azonban jönnek az új emberek. Bacsa, ez egy Kálnoki kis Dávidé, visszagurítja a labdát. Gyetván. Pekár. Pályán egyébként Szilágyi Máté is. Szilágyi ugye a Szent Lőrinc elleni osztályozó mérkőzésen szerzett fontos gólt a BVSC-ben. Egyik legfontosabb tanátát érte el a zuglói csapatban akkor. És hát eddig ebben a szezonban 12 kispesti gólt láthattunk a BVSC kapujában. Ez azért nem egy rossz szám. Reméljük majd a bajnokság zárófordulójában is láthatunk majd hasonló gála előadást. Bobál! Haragos! Por! Egy indítás ott előre, Kálnoki kis megoldja, és ez így Gyetváné. Bence Leitner. Kovács. Kovács Nikolász túl elindul, Haragos ott elől, Kovács megjátsza ott Holmant, és akkor jöhet már Bence Leitner révén a Budapest Honvéd. Bence Leitner beadása. Ott a fejes Csenterics védnagyot. Bobá Gergely jött. Érik a hatodik. Vinícius. Por. Pordob, Bacsa, Bacsa megpróbál Bence Leitnert átmenni, Kálnoki kis Dávidon már nem tudott. Por. Nyitrai, nem tudta szerelni ott az ellenfelét. Bacsa.
Jön a beadása, Gyetván alászaladt, de így az övé. Gyetván. Vinicius. Hidi. Hidi kerül a földre. Szabadrúgás helyett a BVSC, Hidi Patrik labda mögött, ez már a harmadik veszélyesebb szabadrúgása lehet a vendégcsapatnak. Oda megy Szilágyi is. Nálunk pedig további változtatások, ahogy látom. Ketten is érkeznek a csapatba. Az egyikük talán Simon Benedek lesz, ha jól látom. És hát már túl sokan nem maradtak, akik nem kerültek bevetésre. Érkezik Bocskai is. És akkor kizárásos alapon azt hiszem, hogy még Kulbacsuk az, aki majd érkezik a pályára, illetve Kocsis Gergely is, úgyhogy újabb cseréket eszközölt Csertője Uriel a szabadrugást megelőzően. És ahogy nézem, így viszont mindegyik játékosunk, aki keretbe volt, a mai mérkőzésen pályára lép. BVSC-n is hasonló a helyzet. Jöhet tehát a szabadrúgás a BVSC-nél. Hitinek lövésre. Hidi lő, Gyetván. Pont középre jött. Ez a labda Gyetván könnyedén fogta. És Gyetván is egyből a kidobással indítja Holmant. Hasonló szituációból rúgtunk gólt az első fél időben. Kocsis Gergely. Kovács Holmannak. Inkább engedte. Haragos. Haragos beljebb, Simon veszi át és lő. Nagy mentés a BVSC védelmét, a Simon elesik, és a játékvezető kifelíti a szabadrúgást. Bocskai. Kocsis Gergely. Gyetván. Vinicius. Holman. Hárman is rajta, Holman. De megoldja. Kálnokik is. Most már viszont rákerült a csapatkapitányi karszalag. Simon Benedek. És szegény Simon kapja... vagy hát több szabálytalanságot követnek el vele szemben így ezeken az edzőmérkőzéseken. Az MTK ellen is volt egy ilyen, és most az Oliver volt az, aki földre vitte Simont. Kálnokik is. Gyetván. Kocsis Gergely. Gyetván. Kulbacsukot vonná be a játékba. Kulbacsuk. Ez már a harmadik mérkőzése téli felkészülési időszakban. Az Arad, illetve az Ajka ellen volt csere Kulbacsuk, akár csak ma itt a BVSC ellen.
Nem már csak oda megy, aztán kiszedik el neki kis kezéből a labdát. Nyilván most azért frusztráltság érezhető a BVSC játékosain. De nyilván elég ránéz az eredményjelzőre, aztán érthető ez a dolog. Hess. Egy indítás Hidi irányába. Hidi nyitrai fejel bele. Itt ne engedjük be oda, és végül sikerül kirúgni a labdát Kovács Nikolásznak. Bocskai, Simon, Holman. Ugye mi majd jövő héten szombaton játszunk Kozár Mislenyben. 2 órakor kezdődik majd ez a mérkőzés. BVSC egyébként meg vasárnap fogadja majd az Etót. Simon Benedek, szép labdaszerzés volt. Nem baj, nem baj, ott jön még azért Kulbacsuk segíteni. Marad nálunk a labda. Nyitrai. Kocsis Gergely. Keresztest küldte a szélre, kell neki kis Dávid Kovács. Keresztes, Kovács, szép játék, Kovács, az a cseris rendben van, Kovács elcsúszik, övé a labda, tőle nem lehet elvenni, Kovács lő, mellé! Hát kis ilyen Kovács Nikolásznak meglett az újabb gólja BVSC ellen. Mondtam, hogy ugye betalált ő a nyári augusztusi 6-1-es meccsen, ő rúgta akkor a negyedik gólunkat. És egyébként Kovácsnak rendszeresen vannak már ilyen távoli kísérletei. Az Arad ellen szintén volt egy meccs labdája, akkor a szöglet után lőtt kapásból az fölé ment. Az MTK ellen szintén övé volt az utolsó lehetőségünk, egy távoli lapos lövés, amit Rácz Gergő az MTK kapusa fogott. Ez pedig most centikkel ment mellé. 2 gólt szerzett ebben a szezonban edzőmeccsen Kovács Nikolász. Az Ryan kapuja után, az Ryan kapuja előtt a BVSC-t is be tudta venni a nyáron, és emellett ugye a Tisza Kécske elleni MB2-es bajnoki, meg a Dorog elleni kupa meccsen is szerzett 1-1 gólt szélsővédőnk. Simon, szépen, keresztes, kapja vissza Simon, az gyönyörű játék, a szabálytalanság, és azt hiszem, hogy azért lassan már tényleg villani akár legalább egy sárgának. Villan is, király kapja. Szabadrúgás, tehát Bocskai és Kovács Nikolász is ott vannak a labda mögött. De az a kérdés, hogy vajon melyikük fogja ezt elrúgni. Bocskai. Jól jön be Kocsis Gergely, és végül ott volt a csúsztatás. Kulbacsuk. Ő tudott előre jönni és bólintani, de ez nem talált kaput. A második fél időben azért a gólokon kívül meg vannak a helyzeteink is. És tényleg a lehetőségek számában most megérdemelnénk egy 6. gólt is. Csenterics. Bacsa. Lepattan ez a beadás. Nyitrai. Ő előre Simon. Simon átveszi. Holman. Meglódulhat most megint. És Haragos Viktort játékba hozza. Por vele szemben. Haragos. Haragos. Megcsinálja egy az egyet. Haragos még egyszer. Porral szemben, aztán még egy, most a beadás, van érkező, de kicsúsztatják az uglóiak. Ez az indítás azonban a hosszú előre, Kálnokik is. Kocsis Gergely. Kálnokik is. Ez most nem volt pontos. Maradjunk annyiban, Csenterics pedig menj ezért a labdáért. Holman miatt áll most kicsit a játék. Sajnos Holman megsérült, úgyhogy jön is be az orvosi stáb, hogy megnézze, hogy mi történt Holmannal. Hát ahogy elnézem, most jelenleg a csapatunkat talán egyedül tényleg Holman maradt kezdők közül végig a pályán. Gólt ugye nem szerzett lehetősége, ugye volt egy lövés, ez ugye
fölé ment. Szóval az a helyzet, hogy nem maradt több cserénk. Tehát, hogyha most itt Holman nem tudja folytatni, akkor nagyon úgy néz ki, hogyha a kezdők közül valaki nem áll vissza a pályára, akkor bizony itt emberhátrányba fogjuk befejezni ezt a meccset. Holman lejön, és akkor ahogy látom, akkor kocog vissza Lőrinci. Hát úgyhogy Lőrinci le is jött, meg vissza is jön a pályára. Úgyhogy egy ilyen változtatás, kényszerű változtatás a csapatunknál. Gyetván. Lőrinci. Kell nekik is. És hát négy meccsen azért ez a 11 lőtt gól, ez azért jól néz ki. Mert a Minnesota ugye csak három kapott. Két győzelem, két döntetlen, és továbbra is veretlen a csapat Csörtő Aurél irányításával. Immár 8 meccse, 4 edzőmeccs és 4 tétmeccs. Az pedig megint egy gyönyörű játék, és Bocskai vezetheti a labdát 1-1-ben Csenterichre. Bocskai ellövi, ott a hatodik. Bocskai második gólja felkészülési időszakban. 6-0. Megírugunk hatot a BVSC-nek, akárcsak a nyáron is. Ez kezdve attól, hogy Simon Benedek tovább pörgette a labdát, és Bocskai kapott kiváló paszt Haragostól, ez nagyon gyönyörű volt. És ezt megérdemeltük. 6-0. És azért hát viszonylag a BVSC-nek tényleg az első csapatát verjük egy hatossal. És ez jelenleg nagyobb különbségű siker, mint volt a nyári. És ez azt jelenti, hogy a szezonban a legnagyobb arányú győzelmünket aratjuk. És Szekeres Tamással nem is igazán kapott gólokat a BVSC. Felkészülési időszakban mindössze 4-et, abból 3-at az NBA lista vezetőjétől, a Pakstól, amely azért nyilván a BVSC-re nézve azért nem számít tragédiának. Tőlünk a bajnokságban is csak egy gólt kaptak, hát most viszont hát beleszaladtak a késbe. Mi pedig egy remek vasárnapi gála előadást tartunk. Hát reméljük, hogy hasonlóan szép élményekben lesz majd részünk a bajnokságban is, amely ugye majd pont Zuglóban ér véget. És jövő hét szombaton pedig Kozár Miselyben veszi majd ugye kezdetét. Az első hazai bajnokink pedig ugye majd február 11-én 2 órakor a lista vezető Nyíregyháza ellen lesz, úgyhogy ezek a meccsek várnak így ránk hirtelen. Meg Hidi várt ott a labdára 16-oson belül, Kovács Nikolász azonban elhozza. Kovács, Bocskai, Bacsa. Szabad rúgással jön majd a BVSC. Tehát szabad rúgás a BVSC-nek. Többen helyezkednek ott bent középen. Vacsukujék, aki pattanóra számítanak. Most jön a szabad rúgás. Hidi kap bele sarokkal, Simon kifejeli. Na, Lőrinci, hát lehet még menni azért a hetedikért. Lőrinci sarokkal, Kálnokik is. Annak itt szép megoldások. Haragos irányába. Envacsukú. Haragos, meg lehet az a labda. Nincs még veszve attól, hogy még Envacsukunál. Haragos. Haragos. Envacsukú nagyon szorítgatja. Simon nem sikerült elvenni. Csenterics. Hát két rossz kivetelés volt azért Csenterics Adriánnak. Nem ma nyújtotta azért ő sem a legjobb teljesítményét a BVSC-ben. Gyetván. Gyetvánnak mindössze egy védenivalója volt eddig, maga biztosan védte ugye Hidi próbálkozását. Még a BVSC egyik szabadrúgásánál egy jó fél órát kap ma Gyetván Márk Csertő Euréltól. És hát rengeteg játékost vetett be ezen a négy mérkőzésen Csertő Eurél. Hosszabb kihagyást, vagy hát a hosszabb kihagyás miatt hiányzók nem tudtak ugye részt venni ezeken a találkozókon, ugye az első keretünkből, mivel Lovricsról, Átrok Zalánról, illetve Szabó Tiborról van szó, rajtuk kívül valamennyi játékos és négy olyan futballista, aki még nem játszott az NB2-ben, és megkapta a lehetőséget a mezőnyjátékosok közül, Kulbacsuk, Kacminski, Polák, valamint Benkő, Nyitrai, ugye Kundrák is kisebb sérülés miatt hiányzott ma, és ugye az elmúlt két mérkőzésen sem volt bevethető, de ugye még az Arad ellen kapott egy fél időt, úgyhogy ő is párra lépett a felkészülési időszakban.
és reméljük, hogy ez a sérülteink minél hamarabb felépülnek, és aztán teljes kerettel lehet folytatni a tavaszi szezonban a bajnokságot. Ez szép. Kulbacsuktól, Haragos, és kifelé ítél a játékvezető szabadrugást. Vinícius. Centeric. Bacsa. Kocsis Gergely. Hazafelé így Etvánnak, ezt is szépen megoldott a Kocsis Gergely. Kálaki kis Dávid. Elő most Keresztes, Simon, illetve Haragos, kiket meg lehet majd játszani. Bocskai. Csereként válva gólt szerzett, ugye az Arad ellen szabadrúgásból volt eredményes, most akcióból talált be Bocskai Bertalan. A bajnokságban ugye egy találatot jegyzett, a szabadrúgásból ugye a haladás ellen. Vinícius. Ívelés oda előre, ebből bizony még lehet helyzet. Kulbacsuk megoldja, Lőrinci. Envacsukú. Szabadrúgás lesz kifelé. Envacsukú követte a szabálytalanságot. És Gyetván megy elvégezni. És hát minden mérkőzést figyelembe véve, ugye ez volt a 30. ebben a szezonban, a legnagyobb arányú győzelmünket aratjuk a BVSC Zugló ellen. Ezzel a 6-0-val, nyilván, hogyha a végén nem szépít a BVSC, akkor holt versenyben lesz két 6-1-es győzelmünk, de reméljük, hogy nem kapunk gólt, sőt, akár mehetünk is egy 7. találatért. Ez viszont most egy eladott labda volt, de egészen eddig tudta vezetni a zuglói csapat. Az pedig Nyitrainak egy kiugratás, Hess hazagurítja a labdát, Centeric. Simonnak nem volt jó, Szilágyi Máté. Aztán Hess Oliver előre, Hid irányába. Azért több játékos is végigjátsza ezt a mérkőzést a BVSC-ben. Nem kizárt, hogy hasonló összeállításban lépnek pályára majd az Eto'o ellen is, de hát azért azt tegyük hozzá, hogy azért nem értek el jó eredményt az uglójak, úgyhogy de nyilván most náluk már nem a kísérletezésről szólt ez a meccs. Hát nálunk pedig az alapemberek kicsit vel többet kaptak, de igazából mindenki megkapta a keretből a maga játékperceit itt a BVSC elleni főpróbán. Közben sípol a játékvezetőt, Hess Oliver, illetve Simon Benedek akaszkodtak össze. Hát ugye Hessnek már volt egy csúnya szabálytalanság a Simonnal szemben. Simon is ezért rendre megkapja a játékperceket ugye itt a felkészülési időszakban. Ugye többnyire az NB3-ban kap játék lehetőséget, ugye 7 találata is van Simonnak. Felnőtt csapatban még egyelőre sem felkészülési meccsen, sem tétmérkőzésen nem tudott betalálni, de hát ez még azért akár a mai napon változhat. Hidi előre rúgja ezt a labdaejtés után, ezt a labdát, de hát ezt köszönjük szépen. Bocskai, indítás, Keresztes. Most a szélen vetette be Csertő Eurél, és kidob VVSC. Király, illetve bocsánat, Hidi. Ilyet most ezzel az uglói csapat Bacsa irányába. Hát nem is tudom, hogy volt helyzet a Bacsa Patriknek nagyon a meccsen. Én vagy Csukú. Kezdetektől ugye Bacsa a pályán volt. Porkérné itt a szélen, és Kulbacsuk becsúszva kirúgja. És én nem jól láttam, akkor majd csak egy bedobással jön majd a BVSC. Por megy. És Por dob. Szöglet. Még egy sarokrúgással jöhet a BVSC. Hidi kocog elvégezni. Hidi tehát. Ez jól tekeredik, de Kálnoki kis kibólintja. És még kellemen megpróbálta visszafejelni Lőrinci mellel. Envacsukú. Megtartja a labdát a nigériai, aztán hátrapasszolja. Király.
Egyelőre nincsen tőle ível, és inkább egyedül próbál előre törni Király. Aztán végül az lett a döntés, hogy Hesz Olivének átrapasszolja, és ez volt a mérkős utolsó momentuma. Budapest Honvéd BVSC Zugló 6-0 kiütéses győzelemmel tartjuk meg a főpróbát a jövő heti Kozár Miselyi bajnokira. Ez egy nagy gratuláció a fiúknak. Én pedig megköszönöm önöknek már a megtisztelő figyelmet. Jövő héten tehát Kozár Miselyben kezdjük a tavaszi szezont, a viszonthallásra, viszontlátásra.